Sziasztok! A mai részben azt szeretném elmesélni, hogy milyen hosszú és rögös út vezetett minket ide, egy óceánjáró hajóra, Ricsivel és a zenekarral. Ez elsősorban a saját történetem lesz, hiszen ez az, amit a leghitelesebben tudok nektek elmesélni. És hát a teljes nevem az Marton Anna, én 25 éves vagyok, és az ELTE-n végeztem tanítószakon 2017-ben. Ezután pedig egyből el is mentem egy zuglói belvárosi általános iskolába tanítani, amit nagyon-nagyon szerettem, hiszen ez borzasztóan testhez álló feladat volt a számomra. Napközis tanítónéni voltam elsősorban, elsős, később másodikosaim voltak. Énekórákat, technikaórákat tartottam, kézműves foglalkozásokat, sokat kertészkedtünk az udvaron, különböző játékos feladatokat csináltunk együtt, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon szerettem a kollégáimat, úgyhogy innen is puszilom őket. És hát ez nagyon jó kis munka volt, nagyon szerettem. Csak hát sajnos be kellett látnom, már így szinte az elején, hogy nem fogok tudni ebből a fizetésből sehogy sem kijönni, illetve nem fogom tudni ebből megvalósítani a céljaimat. Pedig én nem gondolom, hogy olyan hatalmas nagy elvárásaim lennének így az élettől, tehát annyit szeretnék majd a jövőben, hogy egy családom legyen, akiket el tudok tartani, legyen egy saját háztartásom, esetleg egy lakásom. Szóval szerintem ezek nem olyan hatalmas nagy dolgok, amiknek olyan nagyon különlegesnek kéne lenniük, de mégis manapság ezt elég nehéz elérni, főleg így egyedül. Szóval el kellett kezdenem tervezni, hogy akkor most hogyan is tovább, és mivel az egyetemen, illetve az egyetem előtt is még volt egy ilyen naív elképzelésem, hogy én majd az éneklésből megfelelő módon ki fogom tudni egészíteni a fizetésemet, ezért hát gondoltam, hogy ez a sok-sok energia, amit ebbe már belefektettem, ez ne vesszen kárba, hanem akkor fejlődjünk tovább, és talán lesznek jobb lehetőségeim. És Ricsi egyébként éppen ekkor végzett a Zeneakadémián, zongora művész szakon, illetve ekkor már a tanárszakot csinálta, bocsánat. Tanultunk, együtt gyakoroltunk, és hát egyszer csak elkezdtünk közösen tervezni. Kiderült, hogy mind a kettőnknek van egy ilyen titkos vágya, hogy szeretnénk kipróbálni, milyen lehet egy óceánjáró hajón dolgozni, hiszen nagyon sokféle történetet hallottunk erről, jókat is, rosszakat is, de azt mindenképpen tudtuk, hogy itt nagyon jó a fizetés, illetve sok helyre lehet eljutni. Szóval Ricsi készített egy bemutatkozó videót, amin zongorázott, és elég gyorsan felvételt is nyert egy óceánjáró hajóra, mint koktélzongorista, úgyhogy nagyon sok tapasztalatot tudott gyűjteni, és tulajdonképpen ez volt a mi teszt vezetésünk, úgymond egy hajón, hogy milyen is ez az egész, érdemes ezt együtt csinálni később. Én meg nem akartam felmondani még a munkahelyemen, még nem tudtunk volna közösen elkezdeni dolgozni, mert nagyon sok dalt kellett volna megtanulni, illetve úgy tudjuk, hogy zongorista énekes párosokra, úgyhogy a zongorista nem annyira énekel, nincsen olyan nagy szükség, és mindenképpen zenekart kellene majd a jövőben csinálunk, hogyha ezt szeretnénk folytatni. Úgyhogy Ricsi elment, kipróbálta, nagyon szép helyeken járt, és tényleg kiderült, hogy ez az egész, ez egy járható út, és erre akár tudnánk építkezni is a jövőben. Szóval ez alatt a 4 hónap alatt én sem lustálkodtam, hanem elkezdtem készülni, ugyanis nagyon sok dalt kell megtanulni, legalább 200 dallal kell indítani egy ilyen hajón, de még az is talán kevés. Most jelenleg 250-300 dalt játszunk. Persze ez változó, mert minden utas csoport más. Angol tanfolyamra is beiratkoztam, hiszen bár megvolt a nyelvvizsgám, úgy éreztem, hogy ez nem lesz elegendő, az a tudás, amivel rendelkezem, úgyhogy egy kicsit elkezdtem fejleszteni, és sokat gyakoroltam otthon is. Elkezdtem angolul nézni filmeket, többet olvasni angolul, akkor szótárhozgattam mindent, amit nem értettem, úgyhogy nagyon sokat gyakoroltam egyedül is, illetve ezt még most is folyamatosan próbálom csinálni. Illetve elkezdtem edzeni nagyon sokat, sportoltam heti 5-ször, akár 6-szor is, lefogytam 15 kilót, ezt azért, hogy ne csak hallgatni legyen jó, hanem rám nézni is, akár kicsit élvezetesebb legyen. Szóval ezzel el is mentem úgy egy ilyen 4 hónap, és utána pedig Ricsi hazajött, és itt kezdődött a munka oroszlán része. Én folytattam a munkámat az iskolában, hétvégente pedig továbbra is eljártam énekelni, különböző rendezvényekre, esküvőkre. Ricsi pedig félállást vállalt egy zeneiskolában, és azért csak félállást, mert nagyon fontos volt, hogy a zenekari dolgokat tudja szervezni minden mellett.
ami nagyon-nagyon nehéz volt. Végül egy 4 fős zenekar lettünk. A zenekari tagok pedig főleg ugye vidékről jártak föl, tehát 100 kilométereket utaztak hétvégente, 4-5 órás próbáink voltak. Hetente, 2 hetente próbáltunk, 10-15 számot általában egyszerre, és ezekből készítettük el végül a bemutatkozó videós anyagunkat, hiszen ez nagyon fontos, hogyha az ember egy óceánjáró hajóra szeretne jönni dolgozni, mindenképpen kell készíteni egy ilyen jó minőségű videót. Eredetileg nyára szerettünk volna már munkát kapni, sajnos azonban ez nem jött össze, és a munkahelyünkön pedig el kellett dönteni, hogy akkor most hogyan tovább, hiszen ott kezdődött a nyári szünet, és meg kellett mondani, hogy akkor most szeptembertől visszajövünk dolgozni, vagy valami mást fogunk csinálni. És végül, mivel annyi energiát, pénzt, időt beleöltünk már ebbe az egészbe, azt gondoltuk, hogy ezt nem fogjuk feladni, és csinálni fogjuk, amíg nem sikerül, úgyhogy felmondtunk a munkahelyünkön mindannyian, és ezután pedig kezdődött az igazán stresszes része az egésznek, hiszen heteket vártunk akár egyetlen e-mailre, folyamatosan aggódtunk, hogy mi lesz velünk szeptembertől, és végül az utolsó pillanatban kaptunk egy szerződést egy olyan céghez, aki eredetileg egy angol zenekar szeretett volna megvásárolni, de nem találtak, úgyhogy végül minket választottak. Tulajdonképpen a kezdetektől éreztették velünk, hogy itt elég bizonytalan a helyzetünk, de mivel nekünk nem volt más választásunk, ezért mindenképpen igent mondtunk erre, hiszen ha ezt nem fogadjuk el, akkor szeptembertől munkanélkül lettünk volna. Itt töltöttünk egy rövid időt, aztán szerencsére átkerültünk egy másik nagyon szuper hajóra, ahol éppen most is vagyunk, és erről szeretnénk nektek egy kicsit mesélni, hogy ez nekünk miért is ilyen nagyon jó. Teljes korlátlan étkezést kapunk, van egészségügyi biztosításunk, fizetik a repjegyet, illetve a kiutazást, ezen kívül pedig egy éjszakát kellett eltöltenünk egy szállodában, mielőtt idejöttünk, azt is a hajótársaság finanszírozta, illetve van nagyon sok kikapcsolódási lehetőségünk, például a hajó orrában van külön a legénységnek fenntartott jacuzzi, illetve úszómedence, ezen kívül vannak edzőtermek, mi például az utasok edzőtermét is használhatjuk, van kosárpálya, futópálya, akkor különböző szervezett programok a legénységnek, például tematikus estek, bingó, pókerpartik, különböző bulik, táncestek, vacsorák, akkor kirándulások, illetve ami még egy nagyon nagy előny, hogy a munkához szükséges hajós vizsgákat is itt a hajón meg tudtuk csinálni, és ezt a hajó finanszírozta, mert ez alapvetően egyébként egy nagyon drága dolog lenne otthon. Nagyon nagy plusz, hogy nem csak csodálatos helyekre jutunk el, hiszen a hajó nagyon sok szép helyen áll meg, hanem kirándulásokra is jelentkezhetünk, mégpedig olyan kirándulásokra, amik az utasoknak akár több száz vagy 1000 dollárba is kerülhet, és ez a mi számunkra, ez teljesen ingyenes, hiszen mi kísérőként vehettünk ezen részt. Igyekszünk sok felvételt készíteni, hiszen nem sokára megyünk vissza Ausztráliába, utána pedig lesz még egy új-zélandi krúzunk, majd pedig az útirányunk Fidzsi lesz, aztán Malajzia, és végül Szingapurból fogunk hazajönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és remélem, hogy tetszett, és ha tényleg tetszett, akkor figyeld a csatornát, hiszen nem sokára új videókkal jelentkezünk. Sziasztok!